Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2021. május 14-én pénteken. A pontos idő 20 óra. Kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. 51 éves a Szivárvány Citera zenekar. TVS-re kik és Thai Box szakosztály tevékenységei. Járvány hatásra az egyházi alkalmakra. Tavalyi évben volt 50 éves a Szivárvány Citera zenekar, de sajnos a pandémia miatt nem tudták megünnepelni az alkalmat. Csider István, a Szivárvány Népzenei Egyesület elnöke nyilatkozott televíziónknak arról, hogy telt az elmúlt időszak az egyesület vonatkozásában. Tavaly ünnepelte 51. évét a Szivárvány Citera zenekar, viszont sajnos a pandémia miatt nem lehetett megtartani az ünneplést. Hogyan élik meg a pandémia helyzetét, illetve hogyan zajlanak a próbák? Hát ez a fránya járvány borzasztó nagy károkat okozott, nem csak gazdaságilag, hanem az emberi kapcsolatokban is. És hát itt azt is meg kell említeni, hogy azok az együttesek, akik ugyan nem hivatásszerűen, de a zene szeretete miatt összejártak, gyakoroltak, szerepeltek, azok is megsínlették a hivatásosok mellett ennek a járványnak a negatív hatásait. A Szivárvány Népzenei Egyesülethez tartozó zenekaroknak évente 30-40 fellépése szokott lenni. 2020-ban 2 darab volt. Egy még az év elején, januárban a fiatalokkal, a zeneiskolai citerásokkal, és szeptember elején pedig a Szivárvány föl tudott lépni Turkevén. És slussz, passz. Szerettük volna egy nagy koncert keretében megünnepelni a fennállásunk 50. évfordulóját. Sajnos ez sem sikerült. Október 12-ére terveztük, de akkor már sajnos nem lehetett megrendezni. Ha jól tudom, akkor készültek ez alkalomból egy kiadvánnyal. Erről mit tudhatunk? Hát mivel nem sikerült a ünnepi koncertet megrendezni, azért úgy gondoltuk, hogy nyomtalanul nem újjon el ez a nevezetes dátum, hiszen én úgy gondolom, hogy Magyarországon nincs másik citera zenekar, aki 50 éven keresztül működött, és elmondhatjuk, hogy sikerre halmozott. Ezért elkészítettünk a zenekar régebbi videófelvételeiből egy válogatást, és egy 4 jelvű kiadványban igyekeztünk a zenekar történetét elmondani, a indulástól napjainkig. A belsejében a jelenlegi tagok is szerepelnek, és hát az együttes történetéről, mint ahogy említettem, 4 nyelven, német, angol, francia és természetesen magyarul, egy rövid összegzése az elmúlt 50 évnek. Hogyan látják a jövőt, hogyan készülnek, mik a terveik, illetve a céljaik a közeljövőben? Hát nagyon szeretnénk, hogyha ez a nyitás tényleg megtörténne, a vírus meg is szűnne, bár ennek a tudósok szerint nagyon-nagyon kevés esélye van, hogy nyomtalanul el fog ez tűnni. Nagyon bízunk abban, hogy előbb-utóbb azért visszatér az élet a rendes kerékvágásba, és az a évi 30-40 fellépés az megvalósul. Már most vannak beszélgetések, tárgyalások arról, hogy a nyáron, amikor esetleg szabadabbá válik itt a rendezvényszervezés, akkor vannak helyek, ahova már hívnak minket, illetve június 26-án pedig szeretnénk a tavaly elmaradt Citera fesztiválunkat bepótolni, hogy a mezőtúrjak is lássák az országban működő zenekaroknak a színvonalát és a remek muzsikáját.
Említette ön is, hogy ugye rendezvények nem valósulhattak meg a közelmúltban. Hogyan zajlanak a zenekari próbák? Hát a próbákat, mivel hogy 10 fős létszám alatt vagyunk, ezért magánlakások vendégszeretetében bonyolítottuk le, és hát igyekeztünk azért a járványügyi előírásokat ott is betartani. Úgy gondolom, meg tudom, hogy ez sikerült, mert közülünk senki nem betegedett meg. A családjaik is sikeresen átvészelték ezt a kicsit kockázatosabb időszakot. Azért is kellett próbálnunk, mert tavaly évvége felé a Hagyományok Háza és a Magyar Turisztikai Ügynökség egy pályázatot írt ki, és ennek keretében nyertünk egy kis támogatást egy videófilm elkészítésére. Ez a film egy koncertfilm kellett, hogy legyen, minimum 60 perc időtartamú. Hát nekünk sikerült 78 percet alkotni. A zenekar tagjai mindannyian lelkiismerettel nagyon szorgalmasan gyakoroltak, egyénileg is, meg csoportosan is. És most április közepe, április 18-án itt a Közösségi Házban egy zárt körű felvételen sikerült ezt a filmet felvenni. Borzi Lali barátunk segítségével, aki a tegnap előtt a Hagyományok Háza linkjére ezt az 1 óra 18 perces filmet fölküldte. Hát 10 napot ígértek a döntéshozók, hogy minősítik az elkészült produktumot, és utána kapunk engedélyt arra, hogy a különböző közösségi videó megosztókon, és hát bárhol, ahol ezt a közönségünkkel meg lehet osztani, közhíreljük. Úgyhogy reméljük, hogy néhány napon belül a televízió nézők is láthatják. Mit tudhatunk a videófilmről, milyen dalok hangzanak el benne? De a Szivárvány Citera zenekar mindig is híres volt arról itt a népzenészek között, hogy igyekeztünk mindig kísérletezni és mindig valami újat hozni. Ez az 1 óra 18 perc, ez egyrészt megemlékezik azokról az emberekről, akiknek köszönhetjük, hogy elindultunk ezen az úton, és ma is létezünk, illetve keresztmetszetet nyújt arról is, hogy amit ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt, ugye mikor az együttes alakult, elkezdtünk, annak a mai nap is van jelentősége, a mai nap is van haszna, hiszen biztos, hogy jól sikerült az összeállítás, ha még a mai napon is játsszuk. Ilyen például az ungareszka, a régi magyar táncokból összeállított kis bokrétánk, meg csokrétánk. Úgy gondolom, hogy ha valaki végignézi ezt a filmet, akkor egy kicsit megismerheti a Szivárvány zenekarnak a múltját és jelenét. A koronavírus miatt kijött korlátozások nem csak a rendezvényeket tiltják meg, de az amatőr sportolók számára csoportos edzést is. Bíró László, a TVS-re kik és Thai Box szakosztály edzője nyilatkozott stábunknak arról, hogy élik meg a sportolók ezt az időszakot, valamint arról, hogy milyen tevékenységeket folytat a szakosztály, melyek azok az eredmények, amelyekre a legbüszkébbek. A Mezőtúri Kik és Thai Box Klub 1990-ben alakult Bíró László vezetésével és azóta is töretlen népszerűséggel működik. Mi tudhatunk az elmúlt több mint 3 évtized történéseiről a klub életében? Jó, szeretettel köszöntelek itt a Mezőtúri Kickbox szakosztálynak a edzőtermében. Hát ezt nagyon nehéz ilyen rövid időt összefoglalni, hogy 30 év eltelte dióhéjba. Hát mit is tudnék itt mondani? Kezdem azzal, hogy szerencsére rengeteg fiatalt vagy
kicsit idősebb korosztályt is meg tudunk mozgatni ezzel a sportággal, akik mind versenyezni, mind pedig csak a saját kondíció karbantartása érdekében jelennek meg nálunk, valamint ugye természetesen, mivel küzdő sportnak is titulálják a kickboxot, bár Isten igazából egy sportszerűsített harcművészetről beszélünk, ezért ugye az önvédelmi részével is előszeretettel ismerkednek a fiatalok, és természetesen ugye a legnagyobb megmérettetés az itt megtanultaknak az iskolájába az, amikor eljutnak egy versenyre, ahol fel tudják mérni, hogy egy hasonló kaliberű, korosztályú, súlyú ellenféllel szemben ugye mire képesek, azaz, hogy mennyit tudtak itt nálunk megtanulni. Említetted a versenyeket, hogyan készültök alapvetően a versenyre? Hát a versenyre ugye először is kezdjük az alapoknál, meg kell tanulnunk a jelentkezőket szabályosan ütni, rugni, védekezni, különböző kombinációkat begyakoroltatni vele. Ugye ez sajnos azzal jár, hogy rengeteg gyakorlást kell végrehajtani, mégpedig abba a tekintetben, hogy tényleg, hogyha álmából is felébresztik az embert, akkor is tudja, hogy most éppen milyen kombinációt szeretne megcsinálni. Ez természetesen a versenyen egy kicsit nehezített formában történik meg, mivel az ellenfélnek a mozgása az kiszámíthatatlan, nem tudjuk, hogy hogy fog reagálni erre. De ugye minden klubnál vagy egyesületnél is így tanítják, hogy ugye vannak különböző kombinációk, és hogyha amennyiben ugye sikerül ezeket úgy készségszintig begyakorolnunk, akkor ugye sokkal magabiztosabban tudnak lépni vagy a pásra, vagy a ring kötelei közé a versenyzők. Főként kiknek ajánlott a kick és thai box, illetve mi lehet kizáró ok? Hát természetesen elsősorban azoknak ajánlott, akiket érdekel ez a fajta mozgás formáció, akik szeretik az ellenfélnek a közelségét, távolságban tartását. Ugye, mint az előbb említettem, hogy ez a kickbox egy kicsit sportosított, ugye itt kesztyűt, sípcsontvédőt, fogvédőt, amatőr versenyeken fejvédőt, szuszpenzort is használunk, hogy minél kevesebb sérülést keletkezzen a versenyek során, de ez egy életszerű küzdelem egyébként. Kézzel ütnek, lábbal rúgnak, természetesen azért kickbox, és amikor ugye felkerülünk egy olyan versenyszituációba, amikor már tényleg, amit említettem, hogy készségszinten mennek ezek a gyakorlatok, onnastól kezdve már szinte csak a csillagos ég a határ, és a saját eltökéltségén múlik az embernek, hogy meddig tud ezen a planétán eljutni, és természetesen talán egy kicsit magam ellen is beszélek, de edzője válogatja, hogy ki meddig tudja felvinni a saját versenyzőjét egy bizonyos szinten. Kiknek nem ajánlom? Én ilyet nem mondhatok, hogy én nem ajánlom bárkinek is. Erre vannak hivatott szakemberek, akik elsősorban vagy pszichológusok, de elsősorban azt mondom, hogy inkább sportorvos, ugye, aki meg tudja azt állapítani, hogy valamilyen mozgásszervi betegsége, vagy bármilyen szív- és érrendszeri panasza van az embernek, hogy ugye nem folytathat ilyen jellegű mozgásformát. De én azt gondolom, hogy magát az alapokat mindenkinek érdemes lenne megtanulni, mert úgy mondottam, egy önvédelmi szinten is hatékony. Milyen arányban oszlik a közösség fiúkra, illetve lányokra? Legnagyobb részben még mindig a férfiak dominálnak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy a hölgyeket nem érdekli, viszont a fiúk azok előszeretettel jelennek meg itt. Ennek hatására természetesen, amikor különböző barátnőket be tudnak vonzani, akkor a lányok is kipróbálják ezt a fajta sportágat. Csak ugye, hogyha kevés a lány, akkor kevesebb lány fog itt megmaradni, mert ugye hát akkor egy kicsit el vagyunk fiúsodva. Én azt mondom egyébként, hogy most jelen pillanatban egy 80-20%-ot teszik ez ki a férfiak és a nőknek az aránya. A koronavírus is befolyásolja az edzéseket tulajdonképpen. A pandémia hogyan hat a klub életére? Hát egy kicsit nehéz, mint mindenkinek másnak, de ahogy láthattad is, amikor megérkezünk az edzésre, megteszünk a tőlünk telhető kis alapvető higiéniás feltételeket, hogy amikor bejövünk a terembe, ugye végrehajtunk egy kézfertőtlenítést, ugye mérünk egy lázat, és hogyha valakinek egy kicsit magasabb a hőmérséklet, az azonnal távozik is körünkből, és
próbáljuk úgy megoldani az edzés munkát, hogy minél kevesebbet érintkezzenek az emberek. Ennek megfelelően ugye mind a bemelegítés, mind a nyújtás, most inkább a páros nyújtás egy picikét háttérbe szorult. A páros gyakorlatokat sajnos továbbra is, nem sajnos, hanem a páros gyakorlatokat, azokat továbbra is végezzük erőteljesen, valamint a küzdelmi részeket is muszáj végrehajtani, de amit látszik itt a háttérben is, hogy jelen pillanatban elég kevés a létszámunk, pont azért, mert ugye meg van határozva, hogy csak versenyzői kártyával rendelkező úgymond sportolók vehetnek részt az edzésen, és ugye most az úgymond amatőr sportolók jelen pillanatban nem tartózkodhatnak az edzőterm berkein belül. Melyek azok az eredmények, amelyekre a legbüszkébb a klub? Hát hál' Istennek, nagyon nagy szerencsénkre, rengeteg nagyon jó képességű versenyző fordult már meg itt az elmúlt 30 év alatt a terveim során, és hát hogyha most így szépen felépítve elkezdeném mondani, akkor ugye kezdhetjük az országos bajnokságokkal, ahol ugye itt a dobogó mind a három fokára jutott versenyzőnk, szóval több országos bajnoki címmel is tudunk büszkélkedni. Ennek hatására ugye el tudtunk már indulni Európa kupákon, ahol szintén sikerült jó helyezéseket elérnünk. Ebből kialakult ugye az, hogy eljuthattunk Európa bajnokságokra is, ott is sikerült eredményeket elérni, dobogós helyezéseket. Innestől kezdve már szinte egyenes út vetetett a világkupára, ahol szintén tudtunk eredményt elhozni, és különböző amatőr szövetségeknek a világbajnokságra is eljutottunk, ahol több sportolónk el tudott jutni egy amatőr világbajnoki címig. Természetesen ezek nem egy olyan hatalmas nagy eredmények, mint ugye a profi sportolóknál, viszont egy amatőr sportolónak szerintem ez egy óriási előrelépés, hogy egyáltalán eljutott egy ilyen versenyre, valamint ugye meg tudta magát mérettetni különböző nemzetek harcosaival szemben. Szóval azt mondom, hogy az eredmények így összefoglalva, hogy jelen pillanatban, ha a profi pályafutásra specializálódva kellene eredményt mondani, ugye mert már túlmutat egy kicsit az amatőr szinten, a profi Európa bajnoki címmel is rendelkezünk, valamint profi magyar bajnoki címekkel is több versenyzőnk rendelkezik, valamint amire még kiemelten büszke vagyok, hogy a világ egyik legnagyobb kickbox szövetségének, a Vakónak, a magyarországi csapatát, a témjébe több mezőtúri versenyző, mint például Ádám Sándor és Lajter Dorina is részvételét tehette. Dorina az két alkalommal, Ádám Sanyika is egy alkalommal el tudta látni ezt a bizonyos funkciót, és a magyar válogatott színeibe volt, amikor az adott súlycsoportba csak a kis mezőtúri versenyzők hozták a pontot. Mik a jövőbeli tervei, illetve céljai a klubnak? Hát a jövőbeli terveink elsőképpen túlélni ezt a Covid helyzetet minél kevesebb veszteséggel, mert sajnos azért így a közvetlen közelünkben is elég sok embert érintett, sajnos negatív irányba ez az egész Covid helyzet. Ugye amikor ezen már túl fogunk tudni lépni, akkor szeretnénk, hogyha ezeket az eredményeket, amiket elértük, megtartani, vagy egyébként, hogyha ismét találkozunk majd olyan kimagasló tehetségű sportolókkal, akiket fel tudunk úgy építeni, hogy méltó utódjai lehessenek az elődjeiknek. Szóval szeretném, hogyha ezek az eredmények azért éves szinten mindig jönnének, és természetesen minél jobb és jobb eredményeket szeretnénk elérni. Az elmúlt időszakban a járvány tetőződött ismét, és ezért elég szigorú egyházi intézkedéseket hoztak az állami intézkedésekkel összhangban a református egyházban is, nyilatkozta televíziónak Mihalnyi László lelkészelnök, aki elmondta a járványügyi helyzetben, hogyan alakultak az egyházi alkalmak megrendezései. A járványhelyzetben hogyan alakultak az egyházi alkalmaknak a megrendezései, mire számíthatnak az emberek ezzel kapcsolatban? Az elmúlt időszakban a járvány tetőződött ismét,
és éppen ezért elég szigorú egyházi intézkedéseket hoztak az állami intézkedésekkel összhangban, a református egyházban is. Az elmúlt hetekben éppen ezért itt a Mezőtúri Református Egyház közösségében sem tudtuk megtartani a réteg alkalmakat, tehát legtöbb alkalom elmaradt, így a nőszövetségi alkalom, a férfi körnek az alkalma, az ifjúsági órák elmaradtak, pedig már két ifjúsági csoportunk is van, kisebbeknek, nagyobbaknak, ahogyan iskola sem lehetett, így nyilván a fiatalokat mi sem tudtuk összehívni, és voltak olyan réteg alkalmak, amelyek megszólítanak kereső embereket a városból, akik Isten közelébe szeretnének kerülni, a keresztkérdések alkalom vagy az intro, ezeket sem tudtuk megrendezni. Az egyházközségünk elnöksége úgy döntött, hogy a főbb alkalmakat viszont megtartjuk, így például az elmúlt hetekben is, és folyamatosan ezután is megtartásra került, és meg fogjuk tartani, itt a nagy templomban, az istentiszteleteket vasárnap délelőtt 10 órától. Az eddigi időszakban is úgy gondoltuk, hogy aki biztonságosnak érzi, természetesen a járványügyi előírások megtartásával, maszkviseléssel, kézfertőtlenítéssel, megfelelő távolság tartásával. Vártuk a híveinket, és voltak is néhányan, akik el mertek jönni a templomba. A nagy templom azért elég nagy légteret biztosít ahhoz, hogy biztonsággal részt tudjanak venni az istentiszteleteken, valamint ugye már a korábbi pályázatnak köszönhetően geotermikus energiával fűtött a templom, tehát itt melegben és a járványügyi előírásoknak megfelelően részt tudtak venni. És nem utolsó sorban azért is nyitottuk ki az elmúlt vasárnapokon is a belvárosi nagy templom kapuját, mindig 10 órakor, mert hogy televízió felvétel is készült, hiszen nagyon sokan voltak, akik viszont nem mertek eljönni, nem tudtak eljönni, vagy karanténban voltak, vagy betegen feküdtek otthon, vagy kórházban voltak, és éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, és ebben köszönöm a Városi TV-nek is a közreműködését, hogy akár az ökumenikus imahetet is le tudták adni, de a Túri Televízión pedig rendszeresen, folyamatosan, mindig vasárnap 10 órakor premiereket adunk le, azért, hogy aki nem tud eljönni, láthassa, és ugyanígy a Refem Tour YouTube felületen is mindig megtekinthetők az istentiszteleteinknek a felvételei, azért, hogy a lelki közösségbe legalább a tévéképernyőn keresztül be tudjanak kapcsolódni a hívek. Leültek a lelkipásztorok az elmúlt hetekben többször, itt a mezőtúri református lelkészek, hatan vagyunk egyébként, többnyire intézményekben, és az egyház községben mi a feleségemmel vezető lelkészként, de megbeszéltük az előttünk álló szolgálatokat, és a lelkész kollégákkal elosztottuk. Így most már meg tudjuk indítani a réteg alkalmakat is, tehát az említett férfikör, nőszövetség, ifjúsági alkalmak, ahogyan az iskola megkezdődik, és kinyitja majd a kapuit május 10-e után. Hittantábort szeretnénk szervezni, nagy népszerűségnek örvend 2004 óta, 17 éve most már, hogy szervezzük minden nyáron a hittantáborokat. Ezt is úgy döntöttünk, hogy megszervezzük, elindítjuk újra a keresztkérdések sorozatot, elindítjuk az intrót, és megtartjuk most már minden egyes tervezet szerint a keddi és a csütörtöki bibliaórákat. Újvároson a templomot is megnyitottuk, és istentiszteleteket tartunk az újvárosi templomban vasárnap 9 órakor, és ugyanúgy marad a vasárnap 10 órás istentisztelet itt belvároson. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk most már a híveinket és kedves családtagjainkat, a város lakosságát a rendezvényeinkre. És ami még jó hír, hogy az Országos Református Egyház oktatási irodája, dr. Papp Kornél, az iroda vezető, egyeztetett az állami szervekkel, és úgy néz ki, hogy a ballagási ünnepséget is meg tudjuk tartani. Ez egy nagyon fontos mérföldkő a végzős diákjaink életében, hogy május 15-én, szombaton délelőtt 10 órakor, klasszikusan a szombat délelőtt 10 órai időpontban, amikor szoktuk tartani, itt a nagy templomban lehetőség nyílik a családtagoknak a részvételével, azért, hogy a végzősök el tudjanak búcsúzni istentisztelet keretében, az Isten jelenlétében, egymás közösségében, és végig tudjanak ballagni az iskolájukon. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy le tudják zárni az itt eltöltött 4 vagy 8 esztendőt, attól függ, hogy 4 vagy 8 évfolyamos képzésbe jártak.
Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adással jövő hét pénteken is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!